Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városgondnokságnál, beszélgető társunk Molnár Pál igazgató úr. Azt hiszem, hogy mindannyian örülünk ennek a szép kis napsütéses időnek, hiszen két héttel ezelőtt még havat lapátoltak a közmunkások, most viszont már más jellegű munkát is tudnak végezni. Hányan dolgoznak jelenleg? Jelen pillanatban 290 fő vesz részt a Start munkaprogram keretében megvalósuló közfoglalkoztatásban. Különböző alprogramok vannak, úgy mint mezőgazdasági földút karbantartás, közutak útpatkáinak a karbantartása, mezőgazdasági programban 15 fő, valamint részt vesznek belvízrendezési munkákba, valamint téli közfoglalkoztatásban is. És hát láttuk, ahogy jöttünk ide kifele, hogy a parkot is nagyon szépen csinosítják, tehát tényleg megindult az érdemi munka, amikor nem a havat kell takarítani, hanem lehet metszegetni, meg lehet a világokat is ültetni. Gondolom, hogy ez a következő néhány hét legfontosabb feladata a főtér környékén. Hát igen, ez is nagyon fontos feladat, de természetesen, amit a lakosság annyira nem lát, hogy a karcak határában nagyon sok helyen megállt belvizes utakat is a kollégáink teszik rendbe, leengedik a vizeket, valamint a belvízelvezető főpontoknál is nagyon nagy munkát és nagyon fontos munkát végeznek, ugyanis ez mindenki számára nyilvánvaló, hogy egy nagyon belvizes tél vége, tavasz köszöntött ránk. Ezeket a munkákat is természetesen el kell végezni, nem kevésbé fontosak, mint a park rendbetételi munkái. Természetesen, és itt mögöttünk azért lehet látni, hogy készülnek a beton elemek is, ennek is nagy haszna lesz, hiszen tavaly is láthattuk már, hogy nagyon sok árkot sikerült így kicsikét jobban takaríthatóvá tenni azáltal, hogy ezek az elemek bekerültek. Így igaz, ez a program 30 fővel a téli közfoglalkoztatás keretében működik. Természetesen ettől az évtől már nem csak beton elemeket fogunk gyártani, hanem olyan térburkoló elemeket is, amelyek a város belterületén felhasználhatóak lesznek majd. Jelen pillanatban még ennek a gyártása nem indult, meg ugyanis a sablonok megrendelésre kerültek, de nem érkeztek még meg. Körülbelül egy-két hét múlva ezek az elemek is gyártásra kerülnek. Testetülésen is mindig felmerül a kátyuk kérdése. Arról tudunk esetleg valamit mondani, hiszen a legutóbb azt mondta, hogy a jó idő bejártával esetleg erre is tudunk majd választ adni a érdeklődőknek, hogy mikor is fognak eltűnni ezek a kátyuk. Igen, a Start munkaprogram keretében is vállaltuk azt, hogy egy 8-10 fős brigáddal a kátyuk rendbetételét meg fogjuk indítani. Természetesen, hogyha az idő engedi, ahogy látjuk, egy-két-három hét múlva megindulhatnak ezek a munkák is, és bízom benne, hogy ugyanúgy, mint a tavalyi évben, megfelelő minőségben el tudjuk ezeket a kátyúzási munkákat végezni, valamint az önkormányzattól is kapunk majd plusz megrendelést a kátyuk és az utak javítására is. Valamint bízom benne, hogy a elmúlt években nagyon megrongálódott és rossz állapotban lévő gyalogjárdák szakaszait is fel tudjuk újítani. És meddig tart a program? Tehát most elkezdődött március közepén, melyik az, amelyik leghosszabb ideig tart? Leghosszabb ideig december 31-ig a közútprogram fog tartani, nagy része november végével lejár, valamint a téli közfoglalkoztatás is december 31-ig tart, viszont itt van egy nyári szüneti időszak, novembertől fog majd újraindulni a 30 fővel a betonelemgyártás. Nehéz volt ezt a 290 főt összeszedni, hiszen beszéltünk arról korábban is már többször, hogy akik azért évek óta nem dolgoznak, nem biztos, hogy nagyon könnyen visszaintegrálhatók a munkások köré. Nem csak az első, ahogy az előbb említette, nem csak az elkövetkezendő hetekben lesz nagyon sok feladata, hanem egész évben, kinek november végéig, kinek december végéig nagyon sok munkát el szoktak végezni, és bízom benne ebben az évben is elvégeznek a közmunkások, a programban résztvevők. Úgy érzem, hogy ebben az évben már nem volt nehéz összeszedni az embereket, ugyanis tudták, várták is az emberek, sőt a március 1-i kezdést, valamint a március 18-ai kezdést, ugyanis különböző programok, különböző idő pontban indultak. Valójában ezeknek a programoknak el kellett volna már indulni február 1-től, tehát várták az emberek. Mi is tudtuk, hogy kikkel állunk szemben, tudtuk azokat a munkavállalókat ismét foglalkoztatni, akik az elmúlt években már bizonyítottak jó munkájukkal és pontos munkavégzésükkel. Köszönöm, akkor ez is egy fontos dolog, hogy vannak visszajáró közmunkások, akik tényleg bizonyítottak, és azt hiszem, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy jól dolgozzon, hiszen aki nem jól dolgozik, az legközelebb nem hívják vissza. Így van, meg is értették az emberek, hogy könyörtelenül elbocsátjuk azokat az embereket, akik vagy nem jelennek meg munkavégzés során, vagy nem megfelelőképpen végzik a munkájukat, de úgy érzem, ez egy korrekt magatartás azokkal a munkavállalókkal szemben, akik viszont teljesen becsületesen és pontosan végzik a munkájukat. Akkor jó munkát kívánunk önöknek, és jó időt, hiszen ez a napsütés most tényleg sokat segít abban, hogy el tudjanak kezdeni a határban is dolgozni. Köszönjük szépen. A betonelemgyártó üzemben dolgozik most Tóth Tibor. Korábban mennyi ideig volt munkanélküli?
Hát jelenleg 2-3 évig, mert ugye nem volt úgy munka lehetőség, de viszont most mi est alkalmat kaptunk erre a Lásgondokságnál. Közhasznú foglalkotásba csináljuk ezt a betonelemgyártást. Hát rögtön fogtuk az alkalmat, mivel ez a kis munka lehetőség van, és továbbá is szeretnénk dolgozni, ha lehetséges lenne, ameddig tart. És hát gondolom, hogy ez anyagilag is sokkal kedvezőbb önnek. Van családja esetleg? Igen, van gyerekem, élettársam, 4 gyermek, és azért valami csak jobbat hoz így a háztartásba is az anyagiakkal kapcsolatosan. Mondta, hogy régebben nem dolgozott, tehát hogy most, hogy dolgozik, ez így jobb, hogy emberek között van, meg hasznosabbnak érzi magát? Tehát mondta, hogy szeretett volna korábban is dolgozni, de nem talált lehetőséget. Persze, meg mindig is bármilyen munka lehetőség lesz, én meg fogom ragadni az alkalmasságot, mivel hát gyerekeket is el kell tartani, valami iskolások, óvodások, és hát bízunk benne, hogy jobb lesz majd valami a jövő. Hát akkor jó munkát kívánunk önnek, és hát azt, hogy akkor, ha ez befejeződik, akkor ne ilyen sokáig kelljen ismét munkát keresnie. Jó, köszönöm szépen!